Mögöttem egy nagyon szép erdőt lehet látni, ez körülbelül 15 hektár összességében. Ennek az erdőnek egy 5-6 hektáros területét most egy beruházó cég szeretné megfejleszteni. Ezt az egészet le akarják írtani és építeni óriási lakóparkokat, és hát nyilván ezt mi nem akarjuk, mert ez egy szép erdő, teli van állatokkal. Azért szeretnek idejönni emberek megkirándulók, gondolom önök is, mert gyönyörű, mert közel vagyunk a természethez. Ki a fene akar lejönni majd egy betontömbbe? Senki. Először nem hittem a szememnek, hogy jól látom-e, tehát tényleg egy óriás beruházás készül. Erre a területre gyakorlatilag egy második falut próbálnak felépíteni. Több százan gyűltek össze szombat délután a Tihanyi révnél, hogy az utolsó nagy egybefüggő zöld felület jövőjéért demonstráljanak. Egy nyilvánosságra került terv szerint magánbefektetők közel 400 lakást és egy szállodát építenének az 5 hektáros erdő helyére. Az önkormányzat szerint ez a terv nem fog megvalósulni, azonban a helyi építési szabályzat módosításait figyelve a helyi lakók és nyaraló tulajdonosok nem bíznak a polgármester ígéreteiben. Az első anyag, ami az önkormányzat képviselőtestülete elé került, abban 300 lakásról volt szó, plusz egy hotelről. Úgyhogy legyen viszonyítani, Tihany őskőségben van nagyságrendben ennyi ház, mint amennyit ide szeretnének lakásokból építeni. Senkinek nincsen még építési engedélye, de jelen pillanatban ezen a területen 10,5 méteres építménymagasságot lehet beépíteni, ami azt jelenti, hogy 4 emeletes épületek készülhetnek itt el. Nincs még egy olyan terület a Balaton északi partján, ahol ilyen sűrűségű beépítés lesz, ha ezt a tervet megvalósítanák. A természetet ezt itt megölik, ez egyértelmű. Hiába írja le a tanulmányba, hogy majd csak ennyi százalék fát vágunk ki, meg majd annyi százalék fát, vagy ki fogják vágni. Marad egy-kettő mutatóba. Nem tartom jó ötletnek azt, hogy egy csomó fát, meg természeti kincseket kivágjunk ott azon az zöld területen. Már eleve veszélyben van a környezetünk, és ne roncsuk még jobban. Azt tudjuk, hogy ez egy lápos terület, sőt itt van egy olyan kis terület, ami egy nádas, ami az út belső részén van, tehát nem a Balaton felé, ami egy kuriózum, és itt mégis megmaradt évtizedek óta ez a nádas. Most ezt is át akarják minősíteni, amit fölfüggesztettek itt lakossági interpellációk hatására. Nincs megszüntetve, de föl van függesztve az eljárás. Nem ősnádas ez a terület. Ezek szárazulati nádfoltok, nem védett a nádas, védett nádas csak a Balaton vízfelületén van. Nem Natura 2000-es területről beszélünk, nem fokozottan védett terület. Tájékoztatva mi nem lettünk, vagy hozzánk nem jutott el ezt. Helyből, tehát barátok által megtudtuk, és akkor mondták, hogyha mi nem értünk ezzel egyet, akkor lehet az önkormányzatnak azt hiszem írni egy e-mailt aznap 5 óráig, ezt meg is tettük. Megköszönték, de így azóta sem hallottunk semmit, se magyarázatot, se az, hogy ebből mi lesz, vagy tehát semmi kommunikáció nem indult meg. Itt mindig azt mondják, hogy tájékoztattuk a lakókat. Nem tájékoztatni kell arról, hogy mi született meg, megbeszélni előtte, hogyha ezt csináljuk, az jó. A mi ajánlatunk, vagy a mi javaslatunk az, hogy legyen itt ezen a településen egy minimum 2 éves moratórium, és ezzel az idő alatt készüljön föl mindenki, geológusoktól kezdve, hidrológusig, a vízügynek a szakértőivel, építési szakértők, közlekedési szakértők, és legyen egy átfogó Tihanyi félszigetre vonatkozó beépítési terv, amitől senki nem térhet el. Most jelenleg azt látjuk, hogy mindenki bead ilyen beadvány, olyan beadvány, ki mit tud lobbizni, és elér különböző beépítési mutatókat, amelyek abszolút aránytalanok itt a Tihanyi félszigetre. Nem fog 388 lakás épülni azon a területen. Én láttam tervet, hogy 388 lakás, azóta azt mondják, hogy ez nem ennyi, hanem csak mennyi. A kérdés az akkor mennyi lesz? Tehát ha tudja, hogy nincs 388, akkor mennyi lesz? Tehát akkor azt is kéne tudni, mi nem tudjuk. Hallgassák meg a mi verziónkat is. Remélem, hogy egy kicsit tisztában látnak ebben a helyzetben. Mivel nem tudjuk egyébként, hogy ki a helybeli lakosoknak egy csoportja, talán erre jó lesz egyébként ez a szombati tüntetés, hogy legalább akkor látni fogjuk, hogy kik azok, akik ezt a szórólapot elkezdték terjeszteni. Nem minősíteném az Imrének ezt a TV interjúját. Nem is személyesen ővele van itt problémánk, és nem is az önkormányzattal, és mi nem azt mondjuk, hogy ne legyen itt soha semmi. Ez az építkezés 5 etapban történne meg, 10 éven keresztül. Tehát ez 10 évig egy építkezés itt végig viselni a környékbeli lakóknak, az út mellett lakóknak. Arról nem beszél, hogy ezen az úton végig megyünk, itt 2 vagy 3 szabad strand és több strand is van. Azt látni kell, hogy Tihany a nyári hónapokban fuldoklik,
Tehát túl zsúfolt, óriási terhelés alatt van a félsziget. Ha nem állítjuk meg ezt a folyamatot, Tihany azt az értékét veszti el, amitől Tihany eddig Tihany volt. Ez egy olyan ügy, amiért minden normális ember ki fog állni. Nem is akarok politikáról hallani, itt senki, mert ez nem arról szól. Ez arról szól, hogy legyen levegőnk, és legyen nyugalmunk, békénk, ahova lejönnek pihenni az emberek.